tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Üdvözlök mindenkit, ez itt a szubzsáner negyedik adása. E havi témánk a Jurassic Park, vagyis Michael Crichton ikonikus regénye, illetve regényei, melyek nálunk Őslénypark, illetve Szörnyek szigete címen futnak. A téma aktualitása pedig az, hogy ebben a hónapban jelenik meg, illetve érkezik be a mozikba a sokak által várt világuralom, ami ugye a Jurassic Park, Jurassic World és az egész franchise-nak tulajdonképpen a lezárása lesz. Meghívott vendégünk pedig nem más, mint Magyar János PhD, az ELTE természettudományi kar, tudományos segédmunkatársa és paleontológus hallgatója. Szia! Szia, köszönöm a meghívást! Örülök, hogy el tudtál jönni, itt írtad ugye, hogy mindenféle bokros teendőid voltak, Erdélyben voltál, azt meg lehet ilyenkor kérdezni, hogy mit csináltál? Igen, hát a doktori témámhoz kapcsolódóan idén is ásatást szerveztünk a Hátszegi-medence bizonyos régióiba, vagyis egy régiójába, és innen gyűjtöttünk ősmaradványokat. És az publikus, hogy mi lesz a doktori témád? Hát ugye a Hátszegi-medencének a nyugati részének a paleokológiai és taxonómiai témájú feldolgozás. Ugye innen nagyon sok dinoszaurusz lelet került már elő korábban is, ugye ezzel több mint 100 évre nyúlik vissza ez a lelőhely, és eléggé sok kutatnivaló van még ott, hiába ilyen régóta ismert, szóval ezzel kapcsolatos. Na, nagyon jó, szuper. És akkor mielőtt elfelejtenék bemutatkozni a kedves nézőknek, én Ivanics Rieger Klaudia vagyok. Szóval, adásunk van, hát igaz, hogy ez még csak a negyedik adás, de most már lassan elmondhatom, hogy szokásunkhoz híven ugye a Jurassic Park, vagyis az Őslénypark című könyvet, meg majd azért egy picit a Szörnyek szigetét is hasonlítjuk össze a filmekkel, ami ugye nagyjából az eredeti trilógiát fedi le durván, de ugye ott is főleg az első részt. És akkor itt szeretném megjegyezni, hogy az adás a többi Parallaxis műsortól eltérően vágatlanul fog bemutatásra kerülni, ugyanúgy, ahogy az előző adások is, tehát lehetnek benne esetleg mindenféle bakik, de ez azért jó, mert ugye a Parallaxisos műsorokban a különböző bakik azok néha így külön csinálunk róla YouTube videót, hát itt nem kell, mert itt benne lesz. Na, Jani, hogyha jól tudom, akkor te a Jurassic Park miatt lettél paleontológus. Mesélj erről nekem egy kicsit. Igen, úgy gondolom, hogy hogy egy nagyon nagy része emiatt alakult így, tehát engem mindig is érdekeltek az állat. Tehát ugye én eredetileg ugye a mesterképzésig én ugye biológus ként végeztem, és a mesterképzés után kerültem át a paleontológia irányába, de már korábban is érdekelt, és számomra a dinoszauruszok is, mint állatok egy csoportja, és már gyerekkoromban is ugye az volt számomra, hogy ezek milyen érdekes, milyen különleges állatok, ezért érdekeltek ezek a csoportok. Nem konkrétan csak a dinoszauruszok, hanem az egyéb ősüllők is. És már mielőtt láttam volna magát a filmet, mert én ugye gyerekként a filmmel találkoztam először, meg gondolom úgy a közönség nagy része is. És miután láttam a filmet, tehát az tett szerintem akkora hatás rám, hogy továbbra, tehát hogy ebbe az irányba jöjjek el. Szerintem inkább nem is
maga az, a maga a film, hanem abban megjelenített módja az állatoknak. Tehát, hogy mennyire életszerűen voltak. Meg maga az a tudat, hogy ugye ezek az érdekes állatok, ugye tudtam, hogy már nincsenek, de az a tudat, hogy egyszer talán majd a tudomány segítségével elérhető lesz az, hogy élő példányok is lehessen úgymond előállítani, nevezhetjük így szerintem. Ez az elképzelés vonzott annyira, hogy ebbe az irányba induljak el a tudomány felé, és az állatokon belül is az ősibb hüllők, tehát főként a dinoszauruszok irányába a kutatási témát. Na, szuper, szuper. Most amikor mindjárt több dologra is fogok reflektálni azok közül, amit mondtál. Az egyik, hogy ahogy mondtad is, hogy tényleg a Jurassic Park, mint filmben nagyon-nagyon reálisak voltak, tehát realisztikusak voltak a dinoszauruszok. Hát biztos a nézők is talán láttak, ha nem is kifejezetten, de találkoztak Jurassic Park előtti dínós filmekkel, akár dokumentumfilmekkel, és ugye ott tényleg ilyen nagyon ilyen lomhának, robosztusnak, éppen hogy csak megáll a lábán, ősgyíknak ábrázolták őket, és akkor ehhez képest jött ugye a Jurassic Park, ami tényleg egy hatalmas újítás volt. Nyilván itt azért az, hogy a filmkészítők ilyen, ugye a T-Rexet is, az is egy ilyen robó-mechanikus báb volt tulajdonképpen, és az állt a legközelebb a dinoszauruszokhoz, ugye a raptorokat emberek mozgatták. Itt van is egy baki a filmben, pont vasárnap néztem meg az első részt, kicsit így a podcast miatt is, hogy amikor van az a konyhás jelenet, tudod, ahogy a raptorok bemennek a konyhába a végén, és ahogy az első raptor megáll a konyha ajtóba, hátulról kinyúl egy kéz és megtámasztja. Ez feltűnt már neked? Igen, tehát alapból nem szeretem az ilyen videókat, amik összegyűjtik egy filmnek a bakijait, mert utána folyton azt fogom látni, de egy ilyen videóban, tehát nem magamtól vettem észre, hanem egy ilyen videóba futottam bele, és igen, tehát ugye ahogy belép az ajtón, majd olyan, mintha így majdnem így orra bukna, vagy elveszi az egyensúlyát, és ezért a farkánál így próbálják megtámasztani, hogy ne dőljön előre, igen. Igen, ezt én is pont egy ilyen videóban láttam, és mondom, hát tegnap sikerült megnézni, mert nem régóta tudtam én is ezt, azóta nem láttam az első részt, és tegnap előtt, igen, megnéztük, és na mondom, most direkt megfigyelem, hogy tényleg ott van-e a kéz, és tényleg ott volt a kéz. A másik, amit mondtál, ugye ez alapvetően, hogy akkor hogyan lettél paleontológus, ez egy érdekes dolog, mert szerintem körülbelül főleg így talán a mikorosztályunk, tehát ugye én is a 90-es években voltam gyerek, tehát ez a mostani durván 30-as korosztály, szerintem, tehát nagy részünk elindult azon, hogy láttuk a Jurassic Park filmet, esetleg utána mondjuk el is olvastuk a könyveket, és akkor ott ilyen 8, 7, 5, nem tudom hány évesen mindenki paleontológus akart lenni. Aztán persze nem mindenkiből lett az, tehát például én is nagyon szerettem volna, de érdekes, hogy én valamiért nem indultam el ezen, mert akkoriban még... Ugye valahogy nem egy Amerika, nem egy Colorado, ahol tele van minden dinócsontokkal, és akkor úgy nem gondoltam, hogy így Magyarországon hát lehetnek dinók, utóbb ugye kiderült, hogy vannak, nem is kevés, ráadásul így én hát urkuti vagyok, amit van ajka mellett, és kapásból ugye ajkán is, ugye az ajkaceratopszot ajkáról nevezték el, tehát kvázi van helyi dinónk. Meg hát ugye itt van a bakonya, bakonyban élek tulajdonképpen, és ezt akartam még tőled megkérdezni, hogy neked így esetleg lakóhelyedhez kötődően volt ilyen jellegű bármilyen akár élményed, mert mondjuk például ugye én urkutiként azért itt rengeteg tengeri kövület, tehát tengeri sündtől elkezdve sok minden van, és én már kicsikoromtól ezeket vadászom, hogy neked volt ilyen élményed? Hát ezen sokszor gondolkoztam egyébként, mert én az Alföldről származom, konkrétan a Hortobágy egy déli sarkából,
És ott csak homok van. Igen, tehát, hogy nekem ez gyerekként nagyon-nagyon távoli volt ez az egész, meg ráadásul ugye ebbe az időszakban, amikor így a nagyon a kicsi koromban, amikor nagyon így belejöttem ebbe a dínózásba, úgymond, hogy ez érdekel, akkor ráadásul ugye akkor még nem is volt ismert, hogy Magyarországon van ilyen lelőhely, csak ugye a Komlosaurus lábnyomok voltak, arra meg nem is nagyon hallottam akkor még. És ez ilyen nagyon távoli volt, mert tényleg így ott az Alföldön nem igazán bukkannak ki semmilyen ilyen kőzet, ami esetleg, tehát nem hogy dinoszaurusz, de semmilyen ősmaradvány tartalmú kőzet nem igazán van. Így nekem nagyon távoli volt minden, és furcsa dolog, nekem az egy első önállóan talált, saját magam által gyűjtött fosszília, egy cápafog töredék, az 24 évesen, mikor kim voltam Albániába terepen, akkor találtam egy nagyon pici szilánk, úgyhogy nem, nekem nem volt ilyen, nekem könyvekből, filmekből és dokumentumfilmek voltak az a minden. Tehát én nagyon sok ilyet olvastam és néztem, és vágytam arra, hogy én ezzel szeretnék majd foglalkozni. Na, szuper, és akkor sikerült is valóra váltani az álmot. Nagyon jó. Na, és akkor a harmadik dolog, amit szintén ugye említettél, az ugye az, hogy visszahozhatók ezek a lények. Ugye, tehát tényleg beszéljünk egy kicsit a dinoszauruszoknak a klónozhatóságáról. Nyilván az, amit akár a könyvben olvasunk, akár a filmekben látunk, ugye itt a szúnyogból kiszívni a dinóvért, stb. Hát az ugye az szerintem senkinek nem új dolog, hogy az nem állja meg úgy a helyét. De mi a helyzet a valósággal, mert azért a bulvár média hát majdnem, hogy évente felkapja a témát, nem feltétlenül dinoszaurusz kapcsán, de mondjuk akár mamutok kapcsán. Mit gondolsz erről a dinoszauruszok klónozhatóságáról? Klónozhatók lennének? Itt először, mielőtt válaszolnék a kérdésre, szeretnék visszakanyarodni arra, amit említettem, hogy és emiatt is lett szerintem ennyire maga a történet, ez az, hogy a lehetőség, hogy egyszer majd a technológia által lehetőség lesz, hogy dinoszauruszokat kreáljon az ember. Ez azért is volt, tehát akkoriban újdonságnak számíthatott, mert korábban mindig a történetek, mint az elveszett világ, ugye a Arthur Conan Doyle-nak a történet, az ilyen történetek ugye mindig arról szóltak, hogy a Földnek egy ilyen eldugott sarkába valahol, amihol még nem járt ember, ott még fennmaradtak állatok. Viszont ahogy ugye egyre jobban megismertük a Földet, kb. Semmilyen olyan kis szeglete nincs már, ahol így a képzeletünk szerint még maradhattak volna fenn ilyen élőlények, és ezért is gondolom azt, hogy már csak aki olyan dino rajongó, mint én, hogy élő példánnyal szeretne találkozni, leszámítva a madarakat, ugye erről is majd gondolom fogunk beszélni. Igen. Ugye a madarak a dinoszauruszok egy specializált formája, de aki a régről, tehát a nem madár dinoszauruszokkal szeretne úgymond élőbe találkozni, csak ez az egy elképzelés maradhat fenn, hogy ugye a technológia által visszahozni őket. És ugye, hogy válaszoljak is a kérdésre, ugye maga a klónozás az problémás lenne egy ilyen idős leletből kinyert DNS-sel, ugyanis maga a DNS egy nagyon-nagyon instabil molekula, tehát már maga az élő szervezetben is bomlik. Tehát csak azért úgymond nem okoz problémát ez, mert a sejtmagban vannak olyan mechanizmusok, amik ezeket a hibákat kijavítják, míg él az élőlény, és miután elpusztul, természetesen magától érthető módon ez a mechanizmus megszűnik, és folyamatosan bomlik le az örökítő anyag, akár DNS, akár RNS, stb. És ez a legnagyobb probléma, nem is az, hogy mondjuk egy fosszíliában van, vagy egy gyantába ragadt rovarban, vagy stb. Egyébként a gyanta, mert tehát a megkövesedett formája ugye a borostyán, egyébként sem a legjobb
konzerváló anyag, ugyanis repedések vannak rajta, pórusok, stb., ami keresztül a víz és a levegő az szintén bejut, ami tovább károsítja a molekulákat, a DNS molekulákat. Ráadásul a fosszilizáció, tehát a fosszília képződés során a fagyásokon megy keresztül, felmelegszik elég magas hőmérsékletre, stb., úgyhogy ez továbbra, még tovább nehezíti az örökítőanyag molekuláknak a dolgát. Úgyhogy a maga a klónozás egy ilyen ősi leletből kvázi lehetetlen. Hogyha a mamutokra térünk rá, ugye ők jelentősen fiatalabb időszakban éltek, ráadásul hideg környezetben, ugye a hideg az lassítja ennek a bomlásnak a folyamatát, de mégiscsak megtörténik, ezért is nincs még, hiába próbálkoznak rekonstruálni a mamutok, a gyapjas mamutoknak a génkészletét, tehát hogy teljes sorba rakni a DNS-en, stb. Nagyon nehéz, hiszen már ez a fiatal anyag is már annyira le van bomolva, annyira töredezett, hogy nem is tudom, hogy ez a közeljövőben megvalósítható lenne. És ezért van az a másik elképzelés, hogy a meglévő örökítő anyaggal szeretnék keverni a mai élő elefántoknak. Ugye a legközelebbi rokona a gyapjas mamutoknak az ázsiai elefánt, mai élő rokona az ázsiai elefánt, és hogy esetleg az ő meglévő génkészletébe helyeznék be azokat a szekvenciákat, amiket ki tudnak nyerni a permafrostból, ugye a fagyott talajból kinyert mamut maradványokból. Ez lényegében egy ilyen mamufánt, úgy szokták nevezni, ez egy hibrid lenne, ha úgy vesszük, vagy egy génmódosított ázsiai elefánt, amely nem lenne pont ugyanaz, ami egykor élt, hanem csak egy rá nagyon hasonlító hozzá, nagyon, és az élőhelyben is nagyon, na, szóval hozzá rendet hasonlító, viszont az élőhelye nem biztos, hogy megfelelő lenne ennek az egyednek a számára. Ráadásul az elefántok lassan szaporodnak, és ugye ők is fogyatkozóban vannak, mint a mai élő megafóna nagy része, így etikai problémákat is felsorakoztatnak ez ellen. Ugyanakkor biztos, hogy egy nagy tudományos áttörés lenne, akár azért is, mert az ilyen megfogyatkozó állatoknak a szaporítását, tehát ugye akár a klónozáshoz visszatérve, úgymond egyszerűbbé tehetni, hogy a több tudás ugye biztos, hogy hasznosítható lenne ilyen téren is. Hát ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy mennyire hasznos, vagy hogy mennyire kell egy ilyen program. Na, hát ez nagyon jó, ebből még én se mindent hallottam, bár azért néha egy ilyen jó dokumentumfilm megjelenik, de azért itt vannak újdonságok, és hát biztos, hogy a nézők is sok újdonsággal találkoznak. Na most le fogok csapni erre, bocsánat, erre a madárszerű és igen, nem madárszerű dologra, mert hogy ugye ez a filmben is, a könyvben is biztosan a filmet most így jobban tudom hirtelen, a filmben is elhangzik ugye a Timi szájából ez a mondat az első részből, hogy egyes dinoszauruszok madarakká fejlődtek tovább, meg ugye ezt a Grant is többször ott magyarázza, ott még a Velociraptor csontváznál is a nyitó jelenetben, hogy mennyire madárszerű. Ezt egy kicsit tegyük helyre, mert nem biztos, hogy ezzel tisztában van mindenki, hogy mik a madárszerű és mik a nem madárszerű dinoszauruszok, és még akkor beszéljünk a repülő hüllőkről is, tehát mondjuk a pterosaurusokról. Mindjárt rátérek elő. Tehát ugye volt az a mondat, hogy egyes dinoszauruszok madárrá váltak. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Triceratops, például ugye ez a szarvas, tülkös, galléros növényevők, ből is kialakult valami fogta magát kacsák, aztán
a hosszú nyakú szauropoda növényevőkből, mondjuk a gólyák, most csak így random mondtam majd, ezt nem így kell elképzelni, hanem ugyanúgy, mint ahogy ismerjük az evolúciót, hogy vannak, tehát többnyire ugye vannak a teropoda ragadozó dinoszauruszok, ezek a kétlábú húsevő formák, ezeknek egy több, tehát ezeknek a fejlődési vonalán jelentek meg olyan kisméretű ragadozó dinoszauruszok, amelyekből kialakultak madárhoz már nagyon hasonlító dinoszauruszok, amelyek egyik csoportjából továbbfejlődve megjelentek a madarak. Ugye ezek többnyire a raptorfélék, tehát a filmből is ismert ugye Velociraptor például, ami nem teljesen úgy nézett ki, de erről is majd még beszélünk. Igen? Igen, tehát ugye a kisméretű, gyorsmozgású, könnyű testfelépítésű ragadozók evolúciós vonala vezet abba az irányba, amelyből megjelennek a konkrétan a madarak is, illetve a madarak... Közben kotyogok, Archaeopteryx. Tessék? Archaeopteryx. Igen, igen. Az Archaeopteryx az egyik... Hát szokott belül, vagy mindig van egy ilyen dolog, hogy hol húzzuk meg azt a határt, hogy honnantól nevezzük madárnak azt a csoportot, vagy még nem tartozik pont a madarak közé, de a madaraknak bizonyos ősi formáiból. Szóval itt mindig van egy ilyen nem mondanám vitának, de egy ilyen érvek és ellenérvek, hogy ő már madár vagy nem madár, stb. De igen, tehát az olyan kisméretű dinoszaurusz ragadozó, tehát a teropoda csoportba tartozó dinoszauruszokat kell elképzelni, mint például az Archaeopteryx is. És egyébként, akkor a nem madárszerűek? Ugye a minden más, ami nem ebbe az ágba tartozik. Tehát amit említettem, vannak a nagyobb méretű ragadozók, vagy például a növényevők többsége, ugye azok tehát a ceratopsziák, ugye a szauropodák, a hadroszauriák, tehát minden más, ami nem ebbe a kisméretű ragadozó teropoda dinoszauruszok. Az megtévesztő lehet, hogy úgy nevezem, hogy ragadozó, mert a teropoda dinoszauruszok között is vannak olyanok, amelyek áttértek a növényevésre. Szóval én ezt inkább olyan értelem, a ragadozó dinoszaurusz alatt a teropodákat értem inkább. Hogy csak így tisztázni szerettem volna. Egyébként még visszakanyarodva a madár és a klónozáshoz, hogy ugye ezt nem említettem, akartam mondani a mamutok után, hogy ha bár klónozni nem lehetséges ugye ezeket az állatokat, viszont van egy olyan úgynevezett Chickenosaurus vagy Dino Chicken Project, amit ugye Dr. Jack Horner, aki a Jurassic Park filmeknek is egyik tudományos szaktanácsadója volt, ő vezet, vagy hát nem tudom, hogy tőle ered-e ez az egész ötlet, de ugye ő az arca, ő ennek a nagy, vagyis volt korábban könyvet is jelentetett, meg interjúkat ad, amely során a bizonyos génmódosítással, vagyis nem pont génmódosítás, hanem a gének kifejeződésének a megváltoztatásával próbálnak olyan dolgokat elérni, hogy egy mai élő madár, mondjuk egy csirkének nél kialakítsanak ősibb tulajdonságokat, például karmokat a mellső végtagon, szárnyak helyett, fogakat a csőrben, stb., amely miatt úgy mondhatjuk, hogy ha ez az állatkész lesz, akkor ő egy ősibb dinoszauruszra emlékeztető egyed lesz. Viszont ez azért mondtam, hogy nem teljesen génmódosítás, mert itt már tehát képzeljük el, hogy fejlődik a tojásban már az embrió, és olyan anyagokat juttatnak be, ami miatt például megváltozik a csontoknak a fejlődése. Tehát például a lábúj, ugye a dinoszauruszoknál egy vonal, többnyire egy vonalban van a hallux nevű lábúj, egy vonalban van a többi lábújjal, és ugye miközben a madár embrió fejlődik, ez az izmok növekedése során ez megfordul, és szembe állva
fejlődik tovább, tehát a többi ujja szembe fog fejlődni tovább. Ugye biztos mindenki látott már madárlábat, amikor ugye ez a hallux nevű lábúj, ez hátra irányulva helyezkedik el a többivel szemben. Na, hogy, és például, ha bejuttatnak ilyen anyagokat, most nem tudom most így fejből, hogy mi ennek a vegyületnek a neve, ezt az izomfejlődést meggátolja, és ez a hallux nevű ujj, az egy vonalban marad a többi lábújjal, és így a dinoszauruszokéhoz jobban hasonlító lábbal fejlődik majd az embrió. Tehát lényegében a génkészlet nem változik, csak ugye maga az állat kinézete, és hogyha mondjuk ki kell egy ilyen állat, és tovább szaporodik, akkor, és azzal nem csinálnak semmit, akkor az ő embriói a tojásban normálisan fognak fejlődni, és ugyanúgy, mondjuk ha csirkével hajtják ezt végre, akkor ugyanúgy kis csirkék kelnek ki, ezért nem gondolom, hogy ez génmódosítás, viszont ilyen formában próbálnak elérni egy dinoszauruszokra jobban emlékeztető állatot. Hogy mi a haszna ennek, ezt sokszor megkérdőjelezik, viszont nagyon sok tudást lehet kinyerni, egyrészt a gerincesek fejlődésével kapcsolatban, másrészt a fejlődési rendellenességeknek a gyógyítására lehetne például ezt felhasználni. Úgyhogy azért, ha nem is a dinoszaurusz előállítás miatt, de más szempontból azért sok tudást lehet hasznosítani ebből a projektből. Ezt még szerettem volna hozzátenni az előzőhöz, tudom, hogy elkanyarodtunk. Ne, ez teljesen jó, mert ráadásul számomra ez teljesen ismeretlen téma volt, ezt még nem hallottam. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Na, beszéljünk akkor most hát maradjunk akkor a dinoszauruszoknál, és akkor hasonlítjuk össze a könyvet, vagy a könyveket a filmekkel, ugye alapvetően még egyszer mondom, itt az első részről lesz szó, ugye nyilván van egy csomó jelenet, ami hát vagy bekerült a filmekbe, vagy nem került bele, olyan is van, ami mondjuk a harmadik, tehát a harmadik részben, a film harmadik részében, vagy a sorozat a harmadik részében van bent jelenet az első részből a könyvből, tehát azért itt nyilván mindenfélét variáltak. Az egyik ilyen variálás, az szerintem mindenkinek megvan, a beteg triceratopszos jelenet az első részből. Itt a könyvben eredetileg egy stegosaurus volt. Igazság szerint nem nagyon lehet tudni, hogy ott miért történt a csere. Én ilyeneket olvastam, hogy a Spielbergnek is a kedvenc gyerekkori dínója volt a triceratops, meg akartam kimondani, a Sam Neill-nek, aki ugye Alan Grant-et játsza, és ugye Grant szájából el is hangzik ez a mondat, hogy ő volt gyerekként a kedvencem, hogy állítólag magának a színésznek is ez volt a kedvence, és aztán ezért cserélték ki a Stegosaurus-t Triceratops-ra. Kettő közül te melyiket favorizálod jobban? Hát ugye én inkább a ragadozókat kedvelem, hát hogyha a kettő közül kellene választani, talán lehet én is inkább a triceratopszot választok. A triceratopszot, igen, ez abszolút, igen. De lehet csak azért, mert hogy én már láttam ezt a jelenetet, és hogy szeretem ezt a jelenetet, és Igen. De... Na és akkor a triceratopszokról mindjárt ugrok is, hogy a könyvben egy ilyen rövidlátó, lassú dinoszauruszokként jelentek meg, akik mindenre rátámadtak, mint a mérges orszarvú, viszont a piros szín az elijesztette őket, tehát nem úgy, mint a bikánál, ami szintén egy tévhit, mert tudjuk, hogy a bika se a pirosra ugrik, hanem a mozgásra. Hát ugye ez nyilván nem így nézett ki a valóságban, gondolom én legalábbis. Hát azt ugye nem tudhatjuk, hogy mondjuk egy piros szín mit váltott ki a adott állatból. Hát ugye általában, mint a gerincesek többségénél, szerintem lehet, hogy a veszélyjelzésnek a
Hát nem, igazából nem csak a gerinceseknél, mert ugye tudjuk, hogy vannak rovarok, például ugye a katicavogán mondjuk piros-fekete, ami elég feltűnő szín, és azt jelzi, hogy nem, ne egyél meg, mert nem vagyok jó ízű. És ez a jelzős szín, ez a akár piros-fekete, akár sárga-fekete, ezek pont azért teszik feltűnővé az állatot, nem próbál elrejtőzni, mint bizonyos állatcsoportok, hanem pont azért feltűnő, hogy így megjegyzi könnyen a ragadozó, hogy lehet, hogy nem pont magát az egyedet védi meg, mert őt megeszi, csak utána a többi társát, úgymond, mivel akkor már összekapcsolja ez a ragadozó, hogy hopsz, én ettem ilyet, és rosszul lettem tőle, még ha nem is tudatosan, és akkor onnantól kezdve elkerüli azt a színű állatot. Ezért van, úgymond vannak mimikri dolgok, ami miatt például van olyan állat, ami ezekre a veszélyes, mérgező állatokra szeretne hasonlítani, de amúgy ártalmatlan, és ő is piros-fekete mondjuk, és emiatt őt sem támadják meg például a ragadozók. Szóval egy ilyen szempontból lehet, hogy ilyen vonalon indult el a ugye Crichton, hogy a piros szín az akár elriaszthatja. Másrészt ott van a vér, ugye általában, hogyha a gerincesek vére az piros, és ugye ha vért mondjuk egy ember is ugye biztos, hogy rossz érzést vált ki, hogyha vérző dolgot lát, úgyhogy viszont tudományosan bizonyítani ezt nem lehet, hogy vagy én nem tudok olyan módszerről, ami az se biztos, hogy láttak. Tehát nagyon a növényevők, emlősök például ugye nem látnak, nem is azt mondom, hogy fekete-fehér belátnak, hanem nem látnak ekkora színskálát, mint például az ember, vagy a főemlősök. Vagy mondjuk a ragadozóknál ugye általában a növényevők azok nem látnak olyan jól, mert a ragadozók nyilván ők jobban használják a látásukat. Hát igazából ezt a jobban látást, ezt a mélység, mélység éles, vagy tehát ez a távolságérzékelés, ugye az emlős, tehát a ragadozó általában előrefele néző szemeik vannak, ami miatt ugye a 3D érzékelés ez náluk sokkal jobb, míg az növényevők többségén pedig ugye a fej két oldalán helyezkedik el a szem, ami miatt pedig nagyobb látóterük van, így jobban érzékelik, hogyha közeledik egy ragadozó, viszont a távolság, vagy ez a mélység érzékelés, ez náluk rosszabb. Na, jó, térjünk át akkor a ragadozókra, ha már neked is ők a kedvenceik, meg amúgy nekem is. És akkor kapásból az én egyik kedvencem a filmből, könyvből, ugye a kompik, vagyis a prokomszagnátuszok, és remélem, hogy sikerült helyesen kimondani a nevét. Szóval a kompik, és akkor megint itt a könyvből, ugye van a második rész elején, igen, ez a nyitó jelenet ott a kislánnyal, hogy megtámadják a kompik. Ez viszont a regényben van bent, viszont az első részben, tehát ez kapásból egy ilyen, amit átcseréltek tulajdonképpen a regényben, hogy nem ott van, ahol eredetileg volt. Viszont az a jelenet, amit a könyvben elolvashatunk a kompikról, ott ők először is nem a szigeten vannak, hanem a szárazföldre jutnak át, és nem csak a kislányt sebesítik meg, hanem konkrétan nekiállnak csecsemőket gyilkolászni, ami azért elég durva volt így olvasva. Sőt, hát alapvetően a könyv az ilyen szempontból sokkal véresebb, mert majd azzal fogjuk lezárni, hogy hány szereplő hal meg a könyvben, akik túlélik a filmet. Szóval igen, tehát a regény az sokkal véresebb. Viszont a filmhez képest, ugye a filmben ott eléggé ragadozónak vannak beállítva, a regényben viszont dögevők, illetve szauropodák trágyáját fogyasztják. Mit tudunk így a kompiknak az életmódjáról? Tehát itt először is ugye szeretném magát az állatot így körülírni, ugyanis itt van egy kicsi kavarodás egyrészt a filmben, másrészt a könyvben is, ugyanis, illetve a egész kánonban, ugyanis két nagyon, egymáshoz nagyon hasonló, bár különböző idő
szakokban élő, egymáshoz nagyon hasonló nevű és testfelépítésű, bár ugyanaz a hasonló területről előkerült fosszíliákról van szó. Ugye az egyik a Prosonsognathus triassicus, ami ugye a nevében is benne van, hogy triasszikus, tehát a triász időszakban élő élőlény volt, míg a másik a Compsognathus longipes, amely pedig már a jura időszakban élt, és ők teljesen két külön csoport, két külön taxon, viszont ezt így a regényben még az első, tehát a Prosonsognathus szerepel, a filmben már kicsit összemossák ezt a két állatot, mert amit szerintem elsősorban a szinkron, legalábbis a magyar szinkronban miatt lehet érzékelni, ugyanis gondolom ez úgy történt, hogy maga a színész az elharapja, tehát ha megnézzük az eredeti szinkronban, kicsit elharapja ahogy kiejti az állat nevét. Ez a második részben, igen, ez van csak egy a második jelenet. Részben szerepel ez a jelenet, ugye amikor halljuk a teljes nevét. Az magyarul az teljesen hallható, hogy Prosonsognathus triassicust mond, viszont az eredeti szinkronban pedig teljesen úgy hangzik, mintha csak Compsognathus triassicust mondaná, és így összemosná a két fajt. És emiatt tudták, a későbbiekben már csak kompiként nevezik meg, nem tisztázódik a filmekből, hogy akkor végül is ez most egy hibrid, vagy összekeverték, vagy valami, hanem utána meg a rajongók is csak kombiként emlegetik. Viszont a regényben ugye teljesen ott van, hogy mi a neve, hogy Prosonsognathus triassicus, és szerintem ez úgy történhetett, hogy magát a szövegkönyvet, vagy a forgatókönyvben még ez az állat volt, csak és emiatt tudjuk, vagy ezért hangos, magyarul így olvasták fel, és ezért tudjuk, hogy ez bizony igazából a regényből átvett faj lenne, csak mivel az eredeti nyelven így hangzik, ezért utána már nem így összemosódott a két állat. Rátérve arra, hogy milyen állatok voltak, ezek nagyon pici méretű, a dinoszauruszok viszonylatában elég kis méretű állatok voltak, ugye ők is a teropoda ragadozó dinoszauruszok közé tartoztak, úgyhogy ők valószínűleg náluk is még kisebb állatokkal táplálkozhatok, akár rovarokkal, gyíkokkal, stb. Azt, hogy trágyát fogyasztottak-e, hát az ugye nem, szerintem nem lehet megmondani. A lebontó szervezetek általában inkább ízelt lábúak szoktak lenni, vagy gyűrűs férgek, stb. Úgyhogy tudtommal ők inkább ilyen kisebb állatokra vadászhattak. Igen, és semmi esetre se támadtak volna meg ilyen emberméretű, vagy annál nagyobb lényeket. Ugye az, hogy a ragadozók mindig kisebbek, mint a legalábbis nem azt mondom, hogy mindig, de a ragadozók általában soha nem nőttek akkorára, mint a növények. Például nézzük meg a Giganotosaurus, ugye, ami majd a világuralomban is szerepel, ugye az egyik legnagyobb szárazföldi ragadozó dinoszaurusz. Ő is úgymond, nevezhetjük így, eltörpül a legnagyobb növényevő sauropodáktól, ugye az Argentinosaurus és társaihoz képest. Attól, hogy ők kisebb méretűek, akár csoportosan megtámadhattak náluk nagyobb állatokat, már ha ugye csoportban éltek. Igen, mert hogy ezt se tudjuk. Igen. Hogyha nincs rá bizonyíték. Vannak bizonyos csoportok, amelyekre lehet, vannak olyan csoportok, amelyeknél lehet következtetni arra, hogy valószínűleg csoportos életmódot folytattak, de ez nem olyan egyszerű. Mert például, ha megnézzük a mai komorói varánuszt, ugye ő nem mondhatnánk azt, hogy ő egy olyan falkában él, mint mondjuk a farkasok, viszont ha találnak vagy az egyikük elfog egy hűz, valamilyen szarvasfélét, ami ott él a szigeten, most nem fog eszembe jutni a neve, akkor ugye annak a zaja, hogy ugye, vagy a szaga, ugye az áldozat, az oda vonz többeket,
több varánuszt, és ugye egy csoportba próbálják elfogyasztani, hogyha engedi, vagy el tudják tőle venni, hogyha elég gyenge, az éppen az, amelyik elkapta az áldozatát. És akkor ugye, ha megnézzük a nyomait, hogy ott sok állat sürgött forgott egy időben, akkor akár gondolhatnánk azt, hogy ők együtt ejtették el azt az adott állatot. Szóval ez így nehéz megmondani, hogy mennyire voltak csoportos élőlények, de vannak olyan jelek, ami miatt legalább is, ha nem ilyen összeverődött felnőtt egyedekről, hanem mondjuk egy családról volt szó. Például ugye megtalálják a nyomait a fiatal egyedeknek, a szülőké mellett, stb. Szóval igen, ez nehéz dolog. Igen. Na, itt, hogyha már a kompiknál, nekem marad a kompi, és amit, ahogy te mondtad a nevét, úgy lehet, hogy én ki se tudom mondani. Szóval a kompiknál, úgy, igen, kompiknál beszéltünk itt a variálásról. Hát ugye a Velociraptornál szintén volt egy hasonló variálás. Mind a könyvben, mind a filmben, mert azért aki a kicsit a Velociraptor kinézetét ismeri, azt tudja, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem úgy néz ki az igazi Velociraptor, mint ahogy a filmekben látjuk. Ugyanis a könyvfilm az a Deinonychus antirrhopus, majd kimondott helyettem, használta, tehát annak az anatómiáját használták fel, és ugye ezt 69-ben írták le a tudomány számára, mint új faj. A regény megjelenésekor ismert volt az állat, de a Crichton egy olyan rendszertant használt fel a könyvében, amelyben a Deinonychust átsorolták a raptoroknak a nemzetségébe, mint második fajt, és ugye a filmkészítők is ezt használták, és azért nem az eredeti raptort, ami tudjuk, hogy egy ilyen, hát tényleg ilyen pulyka méretű, mint ahogy az első résznyitó jelenetében ott a kövér kisfiúnál elhangzik, mert hogy a Deinonychus az ugye hát nagyobb és félelmetesebb. Hát a magának a raptor szó, tehát a raptor az egy szó. Tehát, na, szóval ez nem egy rendszertani kategória, hogy raptor, hanem ugye van, tehát az egy gyűjtő fogalom, ha jól gondolom. Tehát ha azt mondjuk, hogy raptor, az alá nagyon sok taxon tartozik, tehát van ugye akár a piroraptor, ami most fog megjelenni, akár a mikroraptor, ugye ide a velociraptor, jutaraptor, stb. Szóval inkább beszéljünk csak, tehát gondoljunk csak magára a velociraptorra, mint nemzetségre, vagy nemre, mert a nemzetség az inkább növényeknél esedékes. Szóval magára a raptor, vagy velociraptor nemhez csapták hozzá, vagyis ebbe sorolták be a Deinonychust, vagyis voltak olyan elképzelések, hogy ebbe a nembe tartozik, és ugye Crichton ezt a rendszertant használta, de ugye megmaradt, mint külön nemzetség, vagy nem, ugye a Deinonychus, és viszont mikor már a filmet kezdték tervezni, akkor viszont az alkotók azok szerették volna megtartani az eredeti Velociraptor nevet, és nem szerették volna a Deinonychust használni. Ha megnézzük a filmet, a filmben lévő állat még a magánál a Deinonychusnál is valamivel nagyobb, szóval még az sem teljesen fedi le a valóságot. Egyébként szokott lenni, vagyis elég sokszor olvasható ez, hogy amikor a film megjelent, akkor írták le a jutahraptort, ami ugye az egyik legnagyobb ilyen dromaeosaurid, ha jól tudom, és ugye erre a rendező, ugye Spielbergék úgy reagáltak, hogy ők előre megalkották, és akkor ugye a tudomány meg ugye követte, úgy, mint ahogy a science fictionnel néha előfordul. Viszont a jutahraptor az már nagyobb, mint a filmben lévő, valamivel nagyobb állat, ha jól tudom, mint amit láthatunk magában a filmben. Ugye a könyvben nem emlékszem, vagyis a regényben nem emlékszem, hogy leírják, hogy pontosan mekkora az állat, csak azt ilyen nagyjából emberméretűnek ábrázolják, ha jól emlékszem. Viszont azért egy átlag embernél a Deinonychus azért valamivel kisebb volt, bár tény, hogy nagyobb, mint a maga a Velociraptor.
Igen. Jó, oké, rendben. Velociraptornak még csak a gyorsan a viselkedésére vonatkozólag egy kérdésem lenne. Ugorhatott-e akkorákat? Mit tudunk erről? Mert azért ez sokszor felszokott merülni, mint amit a filmben látunk. De hát tudunk erről bármit? Van erre bizonyíték? Elég gyors mozgású állatok voltak. Az, hogy ugrásuk az mekkora lehetett, arra nem tudom, hogy vannak-e egyáltalán számítások. Lehet, hogy vannak. Viszont én nem tartom kizártnak, hogy ugye ha mondjuk megnézünk egy nagy macskát, ami üldözi az áldozatát, a sebesség ugye hozzájárulhat az ugrás távolságához, úgyhogy nem tudom. A helyből való ugrás az lehet, hogy nehézkesebb lett volna, de én nem tartom kizártnak, hogy a test méretéhez viszonyítva tudott viszonylag nagyot. Szuper. Na és akkor hát csak beszélünk a T-Rexről, mert nekem a T-Rex az mindig egy kicsit túlértékelt, mert mindenki a T-Rexre kíváncsi, tehát nem lehet megkerülni. Én Allosaurus párti vagyok. Van ez a nagyon népszerű, ha nem mozgunk, akkor nem vesz észre című dolog, hát ez ugye abszolút nem lehetett igaz, már ugye csak azért is, mert amit az előbb már a látásról beszéltünk, és itt a ragadozókról, tehát azért hiába nem tudunk semmit a T-Rex látásáról, azért ez nagy valószínűséggel nem volt igaz, ha jól gondolom, hogyha nem mozgunk, akkor nem lát. Azt nem mondanám, hogy nem tudunk semmit a látásáról, mert ugye neki is eléggé előre tekintő ek a szemüregei, ezért minden bizonnyal, meg ráadásul ugye ragadozóként, azért a távolságérzékelés, tehát ez a mélység látása, ez viszonylag fejlett, ez biztos, hogy fejlett lehetett. Az hogy ugye a mozgást érzékeli, ez egyébként különbség a regény és a film között is, hiszen magában a regényben nem csak a T-Rex nem lát, hanem mozdulsz, hanem úgy nagyjából a dinoszauruszok többsége. Van egy olyan jelenet, amikor az egyik, azt hiszem, hadrosauria növényevő sem veszi észre őket, ami meg nem mozdul. Vagyis tudja, hogy van ott valami, ha jól emlékszem, de addig nem ijed meg, amíg meg nem mozdulnak, és úgyhogy ráadásul ott nem is minden dinoszaurusznál használnak béka DNS-t, mint a filmben, hanem csak bizonyos csoportoknál, amelyek ugye a regényben szaporodnak is, például a raptoroknál. Igen, tehát ez, hogy ha nem mozgunk, nem lát, ez szinte biztos, hogy lehetetlen volt, de az, hogy miért találta ki ezt, ugye az író, az nem egyszerűen egy regényíró volt igazából, hanem ő tudományos pályán kezdte, azt hiszem orvosként kezdte, és innen ment át a science fiction írásba, vagyis igen, többnyire science fiction író volt. Szerintem erről nem találtam információt, de nem hiszem, hogy ezt így a magától találta ki, hanem ugye van a bizonyos kételtev többnyire békáknál, van a taxis reflex nevű dolog, ami azt jelenti, hogy ami nála kisebb és mozog, arra automatikusan rátámad, mert ami pici és mozog, az neki valami táplálék. És én szerintem ezt innen vehette át az író, hogy ugye a dinoszauruszok egy ősi élőlény csoport, és ezért lehet, hogy náluk is ez az ősi reflex meg lehetett, vagy akár azért, mert hogy béka DNS használtak, tehát ebből a taxis reflexből kiindulva gondolom, hogy ezért találta ki ezt, meg magáért, hogy feszültebb legyen az adott jelenet. Amit egyébként már a második könyvbe, gondolom az első könyv kapcsán sok kritikát kapott ez, már a második regényben ezt egyébként próbálja kijavítani, ugye be is írt egy ilyen jelenetet, hogy mások még azt hiszik, hogy nem látja őket, akik ugye próbálják elvenni a fészkéből a tojást, ha jól emlékszem, és akkor mégis látja őket, szóval.
Igen, akkor megkritizálták. Igen, valószínűleg. Ennyire én már nem emlékeztem a regényre, sajnos elég régen olvastam. Én azt hiszem, tavaly olvastam újra. Igen. Jó, akkor neked frissebben van meg. No, hát akkor a végére ígértem a haláleseteket. Ugye, hát aki nem olvasta a könyvet, annak ez meglepő lehet, hogy több olyan szereplő is meghal a regényben az első regény végére, akik ugye túlélik. Ugye az egyik a Dr. Wu, akit, ha jól emlékszem, de akkor te neked frissebb az élmény, őt megeszik a raptorok. Igen, igen. Oké, okay, mondjuk őt nem sajnáljuk. Igazából nem is emlékszem arra, hogy ő teljesen rossz karakter, tehát hogy egy gonosz karakternek lett volna. Itt a filmek, nyilván a filmek, főleg ugye az újabb részek. Igen, inkább az újabb. Ők teszi, ő azt teszi meg inkább őt, úgymond, hát nem, az, nem is, hogy főgonosszá, de egy ilyen negatívabb karakterré. Például a filmben, tehát az első részben abszolút nem látszik ez rajta. Hát többnyire azért, mert ott elég kis, a regényhez képest nagyon kis szerepe van. Igen, igen. Aztán ugye, hát legnagyobb bánatomra én, amikor olvastam a regényt, akkor teljesen ki voltam akadva. Ugye Malcolm is meghalódik, szintén a raptorok által, ott arra a jelenetre viszonylag jól emlékszem, hogy ugye betörnek a végén a raptorok, és ugye ő eleve meg van sebesülve, és szintén sikeresen fölzabálják, és hát nekem eleve a karakter is, meg a színész is nagy kedvencem, de lehet, hogy nem így volt. Így volt? Mindjárt erre is rátérek, csak annyi, hogy nekem alapból, amikor elolvastam, tehát én ugye a filmeken nőttem fel, és mikor felnőttként jutottam hozzá a regényekhez, nekem alapból nagyon meglepődtem, hogy szinte nem is, alig egyezik valami a filmmel, szinte. Igen. Hát, ugye ez több okra vezethető vissza, az egyik az, hogy már mielőtt megjelent a könyv, már akkor megvették a jogokat, és ugye közösen fejlesztették, és ezért eltér jelentősen. Igen, a Malcolm halála a regény legvégén, hát nincs így leírva, hogy meghal, hanem ilyen utalások vannak rá, hogy meghalt. Azért, mert olyan sérüléseket szenvedett, azt hiszem a raptoroktól, hogy amikor értük jött a helikopter, akkor már a helikopterre, mikor repültek el, akkor hal meg. Vagyis utalnak arra, hogy meghalt, viszont érdekes módon, ugye mint ahogy a második film is, a második regény is az ő karakterének, tehát ő a főszereplő, úgymond. És a második könyv elején azért kicsit erőltetettnek érezhető az, hogy igazából csak elterjesztették róla azt, hogy meghalt, ő nem halt meg, csak annyira megsérült, hogy a láb még mindig műteni kellett, stb. A lábát, és így sántikál. De pedig az első regény az erősen utal arra, hogy ő igen, meghalt. Igen. Igen. Na, és akkor ugye a harmadik, amit viszont tök durva, mert én nem emlékeztem rá, hogy ő meghalt volna, de ezek szerint meghalt, de majd ki megint kijavít azt, hogyha tévedek, az ugye Hammond. Bizony. Na, őt viszont nem emlékszem, hogy halt meg. Őt viszont a kompik ölik meg. Valami az erdőben, valami árokba bekerül, nem is emlékszem már pontosan, hogy, de eltéved úgymond az útról, miközben kint sétálgat a vége fele már, mikor aha, azt hiszem már tudják, hogy jönnek értük, és akkor a gyerekek bent a vezérlőteremben, ugye Lex és Tim, akik egyébként a fordítva vannak, tehát a regényben a kisfiú az idősebb. Igen. Ők ott valamit szórakoznak a számítógéppel, és bekapcsolnak egy olyan, hát nem, tehát egy ilyen hangszórót, amiből állatoknak a hangjai játsszák le, ugye az ott élő a parkban lévő dinoszauruszok hangjait, és azt hiszem ettől ijed meg, a T-rex hangtól ijed meg, és azt hiszem, talán ezért keveredik le az útról, vagy nem tudom, és bekerül egy árokba, ahonnan nem öreg idős lévén nem tud kijutni, és ha jól emlékszem, és a kompik támadják meg, és ők végeznek vele. Viszont a regényben ő nem egy ilyen jótságos öreg apu, mint a filmben, ugye, ahogy megszerettük, hanem azért egy elég ilyen üzletember, akinek az érdekei az,
az hát nem azt mondom, hogy átgázol embereken, de azért neki fontos, elég sok mindennél fontosabb az üzlet, ugye a pénz. Úgyhogy nem ő rossz. Spóroltam nem, semmit. Nem azt mondom, hogy nem mondom, hogy ő, tehát úgy, mint Dr. Wu, ugye, hogy nem egy, nem azt mondanám, hogy konkrétan egy gonosz karakter, de azért nem egy annyira szimpatikus öreg apó, mint igen, a igen, filmben. Igen. Egyébként még annyit, ugye van a Jurassic World krétakori táboros tábor, animációs sorozat, amiben láttam, tesznek is egy utalást erre a regénybe történt dologra, mert az egyik gyerek karakter, ugye Jasmine, említi, hogy a park tulajdonosát is a saját állatai ölték meg, amit ugye utána kijavít a másik, ugye Darius, hogy ez nem igaz. Mármint a film kánon szerint ugye ez nem igaz, viszont a regény kánon szerint ugye, és ez az utalás, ez sok rajongónak, többek között nekem is tetszett. Na ezért, igen, én látszik, hogy régen olvastam a könyvet, mert én ezt például nem is gondoltam, hogy ez egy utalás lenne. Jól van. Viszont ez a kompis jelenete, hogy Hammond meghal, az kvázi ismerős lehet ugye a második részben, mert ott ugye volt ott egy ilyen jelenet, hogy az egyik ilyen katona csávó eltévedt, mert ugye elment végezni a dolgát, és akkor ott elkeveredett, meg ott lement a vizesárokba, ott eltévedt, nem talált vissza, és megették a kompik. Tehát kicsit akkor ez hasonlít ahhoz a jelenethez. A Malcolmra viszont már abszolút nem emlékeztem, hogy túl, újra kell olvasnom a könyveket, látszik. Na, jó van, hát akkor nagyon köszönöm szépen a felvilágosítást, tőle szerintem sok érdekes dolgot megtudhattunk, amit eddig nem tudtunk. Úgyhogy köszönjük, kimaradt, hogy itt voltál. Hát sok minden kimaradt, igen, igen. Ez nálam is úgy néz ki, hogy ugye leírom, hogy mit szeretnék, meg miről akarok beszélni, aztán a felére nem jut idő, majd egyszer talán valami folytatásban fogunk még rá sort keríteni, ami most kimaradt az adásból. Na hát akkor köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm és a meghívást. A hallgatóknak, meg a nézőknek is köszönjük, hogy néznek minket sokan, mert már az előző adásunknak is nagyon nagy volt a nézettség, aminek én nagyon örültem, és hát remélem, hogy ez majd továbbra is így fog folytatódni, és akkor legközelebb találkozunk júliusban. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.